Katonai vonatkozásai azok szinte minden országot érintenek a világon, de vannak olyan globális vonatkozások is, amit a biztonság kategóriába tartozunk, mint a környezeti biztonság, a globális felmelegedés a gazdasági biztonság, az energiabiztonság és így tovább. Folytatódott a Hat Tudomány Mindenkinek című előadás a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban. Ezúttal Nagy László nyugállományú ezredes beszélt az ázsiai térség több országát összefogó Sánkhely Együttműködési Szervezetről, és annak geopolitikai, gazdasági jelentőségéről, hazánk és a világ viszonylatában. A Sánkhelyi Együttműködési Szervezet kimondottan egy eurázsiai biztonsági, biztonságpolitikai intézmény, és a tagjai között olyanok vannak, mint Oroszország, Kína, néhány közép ország, és legutóbb 2017 óta India és Pakisztán is. Hogy alakult ki ez a szervezet, illetve mikor? Formálisan 2001-ben alakult meg, és akkor a kínai népköztársaság és az oroszországi föderáció mellett négy közép ország csatlakozott ehhez a szerveződéshez, Kazaksztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán és Üzbegisztán, és most 2017-ben, tehát 16 év elteltével kiegészült a tagság Indiával és Pakisztánnal. Mi a jelentősége ennek a Sánkály Együttműködési Szervezetnek mondjuk Magyarország szempontjából? hát közvetlen jelentősége kevés van, de globális viszonylatban e, révén, hogy ez a szervezet a tagországok révén, a tagországok lakossága révén körülbelül az emberiség 40%-át tudja a tagjainak sorában. E, komoly jelentősége van, és a funkcióinak a lényege az, hogy bizalom és biztonság erősítő Tevékenységet folytasson a tagországok között, illetve a régióban. Hiába a kommunikációt elősegítő együttműködés, a tagok közt így is előfordulnak kisebb- nagyobb konfliktusok. Együttműködő partnerek is, meg olykor riválisok is, és közöttük időnként még előfordulnak súlyos konfliktusok is, például Üzbegisztán és Kirgizisztán között. Etnikai jellegű összetűzések zajlottak az elmúlt évtizedben, tehát nem teljesen harmonikus az együttműködés. Éppen ezen a, a megöröklött ellentéteken próbálnak felülkerekedni, azzal, hogy egy szerveződés keretében biztonsági bizalomerősítő intézkedéseket próbálnak elfogadni. Ez Oroszországot és Kínát közelebb hozta? Hát úgy érzem, hogy igen, sőt, remélem, hogy Lényegesen közelebb hozta, de azért hadd mondjam el, hogy egy fontos célja a szervezetben egyesült tagországoknak, hogy a térségben megakadályozzák más erőknek a meggyökeresedését, és ez elsősorban az Egyesült Államokat jelenti. Hasonlítható-e a szervezet egy mondjuk Európai Uniós szerveződéshez? Hát nem pont az Unióhoz, de az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez feltétlenül hasonlítható. Éppen azért, mert mind a két szervezet, hát hogy úgy mondjam, megelőzni kívánja a válsághelyzetek kialakulását. Tehát olyan intézkedéseket próbálnak tető alá hozni, amelyel kiküszöbölhetik a válságok kieleződését. Mi az előadás fő üzenete? ha egy valamit kellene kiemelni? Hát én úgy gondolom, hogy éppen azért, amivel kezdtem, hogy Magyarországon nem nagyon ismerik ezt a szerveződést, én azt üzenem a nézőknek, hallgatóknak, hogy érdemes odafigyelni, érdemes törődni ezzel a szervezettel, érdemes egy kicsit nagyobb empátiával viseltetni iránta, éppen azért, mert ez az emberiségnek majd, hogy nem a felét tagjainak sorában egyesíti. Melyik országoknak, illetve hány országnak van a tagok közül mondjuk nukleáris hadereje? Hát ez is egy fontos szempont az odafigyelés alátámasztására. Négy nukleáris hatalom van a tagok között, konkrétan Oroszország és Kína, amelyek 1967 előtt is atomhatalmak voltak, és ezért hivatalosan atomhatalomnak minősülnek, illetve India és Pakisztán is rendelkezik nukleáris fegyverrel. Ők 1998-ban rendszeresítették ezt a fegyverzetet, és hát a közöttük kialakuló kapcsolatoknak nem utolsó szempontja, hogy az együttműködés az gyakorlatilag csökkenti egy nukleáris konfliktus lehetőségét. Hogy látja a jövőt? Mi felé halad ö, a tagok ö, kapcsolata a világgal, egymással, a szervezet sorsa tulajdonképpen? A Sankhái Együttműködési Szervezet viszonylag kiegyensúlyozott kapcsolatokat ápol más nemzetközi szervezetekkel. Ezek közül kiemelném az ENSZEL 2008-ban aláírt együttműködési megállapodást, de a Dél-Kelet-Ázsiai Országok Szövetségével, az ASEAN-nal, tulajdonképpen az Oroszország vezetésével kialakult biztonsági együttműködési szerveződésekkel gyakorlatilag szoros kapcsolatban van, és úgy vélem, hogy pozitív irányban halad az a törekvés mind a két részről, hogy az Európai Unió és ez az országcsoport együtt tudjon működni, hogy más ne említsek az energiabiztonság vonatkozásában hangsúlyozottan kell erről szólni. A Sánkhely Együttműködési Szervezet napjainkra a világ egyik legmeghatározóbb biztonságpolitikai együttműködésévé nőtte ki magát, ez pedig a jövőben még tovább erősödhet majd.